túraútvonalakkal talán legjobban behálózott vidék, ahol a magyar turistáskodás bölcsője, továbbá hazánk legjobb kiránduló és túrahelyei találhatók. Ezen a méltó népszerű vidéken található a Dunántúli középhegység legmagasabb pontja. Nem véletlenül szerepel, hogy gyakran bakancslistákon a Pilis és Visegrádi hegység szemedgyönyörködtető vidéke. Bakancsot húzunk és egy napos út alatt végigjárjuk a hegység három szurdokvölgyét, a Dera, a Szalabasina és a Holdvilágárkot. Kora reggel tervünkhöz képest pár perces csúszással indulunk Pilisszentkereszt felé. A központi parkolóban hátizsákot húzunk és nekivágunk a 32 kilométeres távnak. Egykor a pilisi emberek egyik legfőbb megélhetését a mészégetés jelentette. Azonban a 20. század vége felé az egyre jobban terjeszkedő meszet nem igénylő építőanyagok és festékek elterjedése visszaszorította az iparágat. Az apáról fiúra szóló mesterség a 90-es évek elejére teljesen leáldozott. Napjainkra csupán az egykori kemencék nyomait találjuk. Állítólag van egy kemence, amit megraktak, de be már nem gyújtották. Amikor szemünk elől már eltűnnek a házak és a már használaton kívüli mészégető kemencék, ott kezd el mélyülni a völgy. A Pilis leghosszabb folyóvize Pilisszentkeresztől nem messze mély szurdokszerű völgyet hozott létre az idők folyamán. A Derasz önmagában rés szakadékot jelent, amit a Pomázon élő szerbek adtak egykoron a pataknak és ezzel együtt a völgynek. Meredek oldalú szűk völgybe a napfény kevésbé hatol be, a levegő jellemzően páradús. Ezért még a nyári kánikulában is kellemes, hűvös idő várja a kirándulókat. A völgyben jellegzetes növénytársulás jött létre, a szurdok erdő. Jellemzően előforduló fái a bükk, a gyertyán, a hegyi juhar és a hegyi szil. Úgy emlékszem, hogy a szurdokvölgy egy törésvonal mentén alakult ki, ami ketté választja a Visegrádi hegységet és a Pilist. Igen, ez így van. A Dera vagy más néven Kovács patak által mélyített szurdok fizikai határvonal a Pilis mészkő rétege és a Visegrádi hegység vulkanikus kőzete között. A Dera patak búvó patak, tehát hol a felszínen, hol pedig a föld alatt folyik. A tiszta vízű patak a festői szurdokvölgyben zubogók és kisebb vízesések között folyik, a mederben simára kopott kövek felett 8 fahíd könnyíti meg a turisták haladását. A szurdok geológiai érdekessége a földtörténeti triász, azaz 210 millió éve képződött mészkő, ami vastagsága 600 méter és a Pilis főkőzet takarója. Itt a szurdokban megfigyelhető az egykoron vízszintes tengerparton lerakódott, napjainkra 50 fokos dőlésszögű rétegek, amikben egykori tengerben élt élőlények, például szívalakú kagylók is megtalálhatók. Andrea rám szólt, hogy milyen nem természetbarát vagyok, és ezért elgondolkodtam, itt mély letargiába estem, és gondoltam, megkeresem neki a szívalakú kagylót, hogy tudja, hogy mennyire szeretem, de hát nem találtam meg. Az a lényeg, hogy szivatásból írták ki a turistáknak, hogy szívalakú kagyló, semmiféle szívalakú kagyló, semmiféle alakú kagyló nincsen. Itt elcseszel egy csomó időt, és semmi forma nincs. Átverés mi? Kőkeményen. Aki nem hiszi, járjon utána, akinek van igaza. Egyedi mikroklíma uralkodik a szurdokban. Ezáltal ritka
élőlényeknek ad helyet, mint például rák. A rákokon kívül még ízelt lábúak találhatók a patakban, jelezve a víz tisztaságát. A szurdok alsó végén parkoló várja a kirándulókat, kiépített tűzrakókkal, padokkal, asztalokkal. Ez a boszorkány égető. Nem is. Jaj, de jó! Próbáljuk ki! Akkor itt meleg lenne. Majd begyújtjuk. Egyébként se égetik, hanem musztatják. Ez a tábla azonban nem véletlenül került kihelyezésre. Utunkon tovább haladva a Dera patak mentén szelídebb formát ölt a táj. A vadvonalak kisimulnak, a patak medreit lassan kanyarog a fák között, amíg tövében az erdő szőnyegére, az avarszintre tévedt tekintetünk. A gyepszint nagyon fontos része az erdőnek. Itt él a növényfaj többsége, ez az erdő legváltozatosabb szintje. Az erdő földszintjét lágyszárú növények, mohák, páfrányok, zuzmók alkotják, a korhadófákban bogarak lárvái fejlődnek. Az erdei talaj minden négyzetcentiméterén több milliárd élőlény, baktérium, gomba és parányi rovar élhet. A Dera patak mentén vezető ösvényről egy észak-kelet felé tartó földúton gyalogolva kijutunk az erdőből. A legelőn átvezető útról délfelé látjuk a Kevélyek vonulatát, északra pedig Pilis-Szentkereszt házait, ahonnét indultunk. A köves út felé tartunk, aminek a túloldalán vár ránk a turisták körében méltán ismert szalabasinai árok.